Üdvözletem! Grácz Lajos vagyok, és ebben a leckében a SolidEdge ST 5-ös verziójának az alapjait fogom bemutatni. A program indítása után ez a képernyő fogad bennünket. A létrehozás ablakban ki tudjuk választani azt, hogy melyik környezettel indítsuk el a programot. Alatta a mostanában használt dokumentumok ablakot látjuk, ebben a legutóbb használt dokumentumokat látjuk kronológikus sorrendben, tehát legfelül a legkorábban használtat, legalul a legrégebben használtat. Jobb oldalon a felső ablakban tudjuk elérni a SolidEdge oktató leckéit, ezek vezetett gyakorlatokat jelentenek. Alul pedig a kedvenc hivatkozásainkat tudjuk összegyűjteni. Mint minden programnál, itt is célszerű az első indítás után beállítani a programot. A bal felső sarokban SolidEdge gombot megnyomva tudjuk kiválasztani a SolidEdge beállításait. A legelső lehetőség a mentés. Itt az automatikus mentést perces lépésekkel tudjuk beállítani. A felhasználó menüpont alatt a saját nevünket, illetve elérhetőségeinket tudjuk beírni, és ezt a program automatikusan hozzárakja a rajzi dokumentumokhoz. A segítségek menüpontban tudjuk igazából a programot beállítani. A legelső lehetőség az előbb ismertetett indítóképernyő mutatása, vagy sem, a jelölő dobozban lévő pipa ki- illetve bekapcsolásával állítható. Beállíthatjuk akár azt is, hogy egyfajta környezettel induljon el a programunk, de beállíthatjuk azt is, hogy a legutóbb mentett dokumentumot nyissa meg alapértelmezésben a program. Érdemes beállítani, hogy hagyományos módszerrel, hogy hagyományos rajzi környezettel induljon el a program mindig, ezt eleinte célszerűben bekapcsolva hagyni, a szinkron modellezést majd a későbbiekben, amikor már a programot, a logikáját és a felépítését ismerjük, akkor célszerű használni. Beállíthatjuk, hogy a létrehozáson belül milyen sorrendben és melyik sablonokat jelenítsük meg, ez a létrehozás beállítások szerkesztése menüpont alatt található. Ha nézzük az általános részt, akkor a legelső a parancstippek mutatása. A rajzoláskor kiadunk egy parancsot, automatikusan felugrik egy tipp, ami a parancsnak a megértését segíti. Eleinte ez nagyon hasznos lesz, a későbbiekben, amikor már ismerjük a programot, ismerjük a parancsait, akkor már zavaró lesz, és itt lehet majd kikapcsolni. Amit érdemes megemlíteni mindenképpen, az az, hogy vízszintesen vagy függőlegesen is beállíthatjuk a szalagsorokat, ez mindenkinek a saját ízlését takarja, mindenkinek egyénileg kell ezt beállítani. Általánosan a vízszintes eszköztár, amit legtöbbször láttam. A többi beállítási lehetőség az nem igazán befolyásolja a rajzolást, az már csak apróságokat állít be. A többi beállítás az nem igazán érdekes az alapbeállításoknál. Ha mindennel készen vagyunk, az alkalmaz gomb megnyomása, majd utána az OK gomb megnyomása, és elkezdődhet a tényleges munka. A program beállítása után nézzük meg a rajzi elemeket, rajzi eszközöket. Nyissunk meg egy ISO alkatrész dokumentumot. Ugye látjuk a modellteret, itt fogunk majd dolgozni. Bal oldalon látjuk a modelltörténetet, ebben a szalagsorban látjuk a test műveleteket, illetve az alkatrész létrehozásához, illetve szerkesztéséhez szükséges egyéb parancsokat. Az alsó sorban viszont a megjelenítéssel kapcsolatos ikonokat látjuk. Ezekről majd később lesz szó. Először is nézzük meg, hogy hogyan tudunk létrehozni valamit. A testműveletekben találunk olyat, hogy kihúzás, illetve forgás, kihúzás, az összes többi ikon szürke. Ezek azért vannak, mert egyelőre még nincsen semmilyen anyagunk, tehát a kivágás, forgás, kivágás, lekerekítés, furat, ezek mind anyag kivonással járnának, semmiből nem lehet kivonni semmit, ezért a program
ezeket szürkével jelöli, tehát nem tudjuk kiválasztani. Ahhoz, hogy valamit létre tudjunk hozni, először, első lépésben mindig ki kell adni a megfelelő parancsot. Ez jelen esetben a kihúzás lesz. Alul a tipsorban a program nekünk tőmondatokban folyamatosan írja, hogy mit kér, mi a következő lépés, hogyan tudunk tovább lépni. Ugye írja, válasszon ki egy síkfelületet, vagy egy referenciasíkot. Itt most nekünk egy síkot kell kiválasztani, amire el fogunk készíteni egy keresztmetszetet, egy alakzatot, és utána azt a síkra merőlegesen kihúzzuk valamekkora távolságra. Ahhoz, hogy síkot tudjunk kiválasztani, be kell kapcsolni a bázis referenciasíkokat. Az a modelltörténetben lesz, és a jelölő doboz előtte üres. Hogyha ide belekattintunk bal gombbal, benne lesz egy pipa, és megjelennek a síkok. Itt a síkokat ki tudjuk választani, de akár ki tudjuk választani a modelltörténetben is. Van itt a bázis referencia síkok előtt egy plusz jel. Ezzel lenyitjuk a síkokat. És akár itt választjuk ki az előnézetet, akár a modelltörténetben egy kattintással már a program vázlatnézetbe kerül át. A vázlatnézetben kell nekünk megrajzolni kettő dimenzióban a testnek a keresztmetszetét. Ehhez rajzi eszközök, illetve kényszerek állnak rendelkezésünkre. Ezekről folyamatosan fogok majd beszélni. Kezdésként rajzoljunk egy tetszőleges négy szöget. Ehhez a rajzi eszköztárból a vonal parancsot, ami a bal felső sarokban található, ezt használjuk. Első kattintással megadjuk a vonalnak az egyik végpontját, második kattintással megadjuk a vonalnak a második végpontját, vagy másik végpontját. De ezzel a második vonalnak az első végpontja is megvan, tehát következő kattintással egy második végpontot adunk meg. Aztán következő végpontot, és utána össze kell kötni ezt a negyedik vonalat az első vonallal. Ha az első vonal végpontjához visszük az egerünket, akkor megjelenik egy ilyen kis tűre hasonlító jel. Ha ezt meglátjuk, bal gombbal kattintsunk. Ez a kis jel, ami az előbb megjelent, ez egy nevezetes pont jelölő kis piktogram volt. Nevezetes pont lehet a vonalnak a kettő darab végpontja, nevezetes pont vonalnak a felező pontja, amit egy vízszintes kis vonal közepén egy fehér pötty jelöl, nevezetes pont lehet még az a pont, amely rajta van az egyenesen, a jele ez, amit látunk, egy ilyen kis vonal, egy kis pöttye, ami felé egy nyíl mutat, illetve, hogyha kör az adott alakzatunk, akkor annak van egy végpontja, ami nevezetes pont, illetve a kvadráns pontjai. Kettő pont találkozásánál itt fent látható ez a jel, ez a metszéspontnak a jele, az összes többi az alakra vonatkozik, tehát párhuzamos, az két vonal párhuzamosságát jelöli, ez a vízszintes függőleges nek a jelölése, alatta a merőlegességnek a jelölése, illetve az érintőnek a jelölése is itt látható. Na tehát, sikeresen megrajzoltunk egy négy szöget. Most használjunk kényszereket, nézzük meg, hogy azok mire is jók. Ha megnézzük alaposabban, közelebbről az elkészített négy szöget, akkor látjuk, hogy a sarok pontjainál kis négyzetet, a közepén pedig egy piros pöttyöt látunk. Ez igazából már az első kényszer, amit akaratunkon kívül, de használtunk. A kényszerek igazából olyan rajzi szabályok, amelyek kettő alakzat, kettő vonal közötti kapcsolatot tektetnek le.
Jelen esetben ez a kis négyzet közepén pöttyel, ez a csatlakozás kényszer. Ez azt jelenti, hogy a két vonal végpontja, az bármi történjen is, mindig csatlakozni fog. Ha rákattintunk a kiválasztás parancsra, és utána bal gombbal kattintunk a vonalon, nyomva tartjuk a bal gombot, és elmozgatjuk önmagával párhuzamosan a vonalunkat, akkor ahol elengedjük, ott azt látjuk, hogy amit elmozdítottunk vonalat, az nem odébb lett rakva, hanem csatlakozásban maradt a hozzá csatlakozó két vonallal. Ezt jelenti a csatlakozás kényszer. A következő alatta lévő kényszer az a vízszintes függőleges kényszer lesz. Ez, ahogyan a nevében is benne van, vízszintessé vagy függőlegessé teszi a vonalakat. Kattintsunk a legfőső vonalra, ebből vízszintes lesz. Kattintsunk erre a másik vonalra, ebből függőleges lesz. Ugye a program nem tudja, hogy nekünk melyik irány lenne a megfelelő. A program abba az irányba fordítja el a vonalat, amelyik tengelyhez kevesebb szögelfordulás szükséges. Tehát ha megnézzük ezt a vonalat, a Z tengellyel párhuzamossá tenni sokkal kisebb szögelfordulást igényel, mint az X tengellyel párhuzamossá tenni. Emiatt ez a vonal függőleges lesz. Ennél az alsó vonalnál viszont az X tengellyel párhuzamossá tenni kell kevesebb szögelfordulás, ezért ez vízszintes lesz. Így most az összes vonalunk vízszintes és függőleges. Ennek a jelölése, ennek a jele itt látható középen. Ez a piros kis kereszt. De ez a kényszer, ez másra is használható, mert figyeljük meg kiválasztás parancsal, ha én elmozdítom akármelyik vonalat, akkor az csak egy irányba megy el. Tehát nem szimmetrikus a két oldal. Ahhoz, hogy középpontosan szimmetrikussá tegyem az alakzatunkat, ahhoz is a vízszintes függőleges kényszert kell alkalmazni. Megkeresem a felső vízszintes vonal középpontját, és azt akar, kattintok rá bal gombbal, és azt akarom, hogy ez legyen kvázi hozzá csatolva a Z-tengelyhez. Akkor viszont a Z-tengelynek a távolabbi végét megkeresem, a távolabbi végpontját, kattintok rajta bal gombbal, és akkor ezzel azt értem el, hogy a vízszintes vonalam középpontját hozzá kapcsoltam az Z-tengelyhez. Tehát bármi történjék is, oldalra nem tudom elvinni ezt a vízszintes vonalat, csak le, illetve föl. A vonalnak a középpontja az végig kapcsolatban marad az Z-tengellyel. Ez azt is jelenti, hogy ha a függőleges vonalat valamelyik irányba elmozdítom, akkor a másik oldalon lévő függőleges vonal is mozdul vele együtt szimmetrikusan. Így tudtam szimmetrikussá tenni az egyik tengelyre az alakzatomat. Ugyanezt megismétlem a függőleges vonallal is. Kattintok a vízszintes függőleges kényszeren, megkeresem a függőleges vonalnak a középpontját, kattintok rajta bal gombbal, majd utána a tőle távolabbi X tengelynek a végpontját keresem meg, és azon is kattintok bal gombbal. Hogy miért a távolabbi végpontját, merülhet fel a kérdés, azért, mert itt is van egy olyan szabály, hogy ha közelebb van hozzá, ehhez a végponthoz tegyük fel, közelebb van a vonal, hogy ilyen irányba mozdítsa, tehát jelen esetben vízszintes irányba mozdítsa el a program a vonalat, mint függőleges irányba mozdítsa el, akkor automatikusan átalakul csatlakozás kényszerré ez a kényszer. Emiatt célszerű mindig a kijelölt ponttól távolabbi végpontot megkeresni.
Na tehát most elértük azt, hogy ez az alakzat, ez a most már téglalap középpontosan szimmetrikus. Na de, merülhet fel a kérdés, ha már rajzoltunk korábban, esetleg AutoCAD-ben, korábbi verzióban természetesen, akkor ott megszokhattuk azt, hogy rajzolunk egy vonalat, és akkor automatikusan, tehát dinamikusan be kell írnunk a vonal hosszát, és akkor így tudunk szépen egymás után vonalakat rajzolgatni. Ennél a programnál pontosan a kényszerek miatt lehetőség van arra, hogy először megrajzolunk egy skiccet, és utána adjuk hozzá a méreteket. Ezzel a későbbiekben szükséges változtatásokat is könnyebben el tudjuk végezni. De méreteket gyors méretezéssel a legcélszerűbb megadni. Kattintunk a gyors méretezés parancson, majd utána kattintunk az egyik vonalon. A lényeg az, hogy ne nevezetes pontot, vonal esetén, tehát ne a két végpontot, illetve ne a középpontot válasszuk ki, hanem ezeken kívül egy tetszőleges pontot. Kattintunk egyszer a bal gombbal, ekkor megjelenik a méret, majd kattintunk még egyszer, ahova le akarjuk tenni a méretet. És ezután automatikusan felugrik nekünk egy kis ablak, ahova a méretet be tudjuk írni. Nagyon hasznos funkció a SolidEdge-nél az, hogy a méret mindig ki van jelölve. Tehát nekünk nem kell belekattintani ismételten ebbe a kis ablakba, hanem egyszerűen csak átírjuk a méretet. Ez a méret legyen 100 mm. Enterrel tudjuk a parancsot bevinni, tehát az értéket bevinni. Majd ezután figyeljük meg, a gyors méretezés gomb idézőjelesen világít, ez azt jelenti, hogy még mindig ez a parancs aktív. Innentől kezdve ez azt is jelenti, hogy egyszerűen kattintunk a másik vonalra, és annál is a méretezést el tudjuk végezni. Első kattintással a vonalat kiválasztottuk, akkor kijön a méret, második kattintással pedig, ahol éppen van a kurzorunk, ott levesszük a méretet. És utána ezt is írjuk át. Jó. Tehát igazából kettő mérettel megadtuk a téglalapunknak minden méretét. Mi történik akkor, hogyha ezt a méretezést folytatjuk tovább a többi vonalon is? Probléma nincsen ebből, csak megváltozik a színe a méretnek. Abban az esetben, hogyha rákattintunk a piros méretre, ezen belül is a számra, akkor kijön az a szerkesztő panel, amit az előbb is láthattunk, tehát be tudjuk írni a méretet, beírom azt, hogy 150, akkor a méret megváltozik, és 150-es lesz annak a szakasznak a hossza, ezáltal a téglalapnak a magassága is. Viszont ha kattintok a kék méreten, akkor is kijön ugyanez, de átírom 200-ra az értéket, és nem történik semmi. Csak azt látom, hogy van ott egy 200-as méret, és alával húzva, de mellette pedig a piros méretnél ott van a 150, és a 200-nál pedig nem is változott meg a szakasznak a hossza. Következésképpen a piros méret az egy méret megadó méret, a kékkel jelzett méret az pedig egy ilyen vezetett méret, ilyen idézőjelesen tájékozható jellegű méret. Ezt a méretet nem tudjuk szerkeszteni, ezzel nem tudjuk az alakzatnak az adott jellemző méretét megváltoztatni. Van azonban még egy dolog, amikor is kétszer kattintunk, természetesen kiválasztás parancsban kell lennünk, ha valamit ki akarunk választani, kétszer kattintunk ezen a 100-as méreten. Nekem nem sikerült elsőre, próbálom újra, kettőször kattintok gyorsan, és ilyenkor előjön egy képletszerkesztő.
Figyeljük meg, első lépésként van itt egy olyan, hogy név. Itt van egy V és egy valamilyen szám. Ez azért van, mivel hogy a méretnél mi folyamatosan változtatjuk, ez nem törvényszerű, hogy folyamatosan, de előfordulhat, hogy változtatjuk a méretet, emiatt a program minden egyes méretet ellát egy változó kóddal. És ennek a változónak éppen ez a kódja, és ugye ez a változónak a neve is. És így fog későbbiekben hivatkozni a program. Úgy tudunk kiválasztani ide akármit, hogy egyrésztről vagy egyik lehetőségként, vagy kattintunk valamelyik vonalon, ilyenkor látjuk, hogy a képletbe a vonalnak a hosszát írja be. Vagy pedig kattintunk egy méreten, akkor viszont a változónak az érték, vagy a változónak a kódját hozza be. Ez azt jelenti, hogy ha egy vonalon kattintunk, akkor egy értéket tudunk csak beszerezni. Ha viszont egy méreten, akkor pedig egy változót. Nekünk a változóra lesz szükségünk, és mondjuk azt akarjuk, hogy ez a szélesség, ez legyen a magasságnak a fele. Elosztjuk kettővel, megnyomjuk vagy az Entert, vagy pedig a zöld pipát, és látjuk, hogy a méretünk megváltozik. Nyomok egy Escape-et, és így ismét kiválasztás parancson vagyok, és azt látom, hogy a nyilak, a méretsegédvonalak, azok maradtak pirosak, viszont az érték, az pedig kék lett. Ez azt jelenti, hogy az értéket azt nem tudom bántani, viszont változni fog a mérete, ha én valamit változtatok. Próbáljuk is ki. Én ezt átírom 200-ra, nyomok egy Entert, és tökéletesen működik. 100-as lett az alsó vonalnak az értéke. Jó. A rajzi elemekről, illetve a kényszerekről majd még lesz szó. Egyelőre ebből a téglalapból hozzunk létre egy testet. Vázlat bezárása gombot itt találjuk a jobb felső sarokban. Ennek a megnyomásával tudunk átlépni 3D műveletekhez. Ugyanilyen pipát találunk a rajztérben, a modelltérben, a bal felső sarokban is. Mindegy, hogy melyiket választjuk, a lényeg az az, hogy vázlat bezárására kattintsunk rá. Ugye, ilyenkor véletlenül sem nyomjuk meg az Escape gombot, mert akkor előről kezdhetjük az egész rajzolást. Itt megadhatjuk azt, hogy milyen távolságra történjen a kihúzás. Legyen ez a távolság 100 mm. Ugye, itt is fontos megjegyezni, hogy nem kell ide a távolság mezőjébe belekattintani, mert látjuk, ki van jelölve kékkel, és az azt jelenti, hogy csak át kell írnunk. Írjunk be 100 mm-t, nyomjunk egy Entert. Ugye ezzel még mindig nem vagyunk készen, mert a síknak kettő oldala van, és a program nem tudja, hogy mi melyik síkra, vagy melyik oldalra szeretnénk a kihúzást végrehajtani. Látjuk, hogyha mozgatjuk az egeret, akkor a sík két oldalára átugrik a modellünk. A megfelelő oldalon kattintanunk kell csak bal gombbal. Ilyenkor még egyszer ellenőrizhetjük a méreteket, és hogyha mindent rendben találunk, akkor a befejez gombbal véglegesíthetjük a műveletet. Most, hogy elkészült az első modellünk, szükséges ezt forgatni, kicsinyíteni, nagyítani. Ezt pedig a következőképpen tudjuk megtenni. Ahhoz, ha kicsinyíteni, nagyítani szeretnénk, ahhoz az egér görgőjét kell használnunk. Előre, illetve hátra tolva tudunk kicsinyíteni, illetve nagyítani. Ha forgatni akarjuk a testet, a középső gombot, tehát a görgőt le kell nyomni, nyomva kell tartani, és az egér mozgatásával tudjuk a forgatást befolyásolni. Abban az esetben, hogyha odébb szeretnénk tenni az egész modellt,
akkor a shift gombot nyomva kell tartani, és mellette meg kell nyomni a görgőt is. És nyomva kell tartani természetesen azt is. És ilyenkor oda tudjuk eltenni a modellünket, ahova szeretnénk a modelltéren belül. Előfordulhat azonban, hogy a kicsinyítés nagyítás nem működik valamelyik parancsban a görgő használatával. Ilyenkor a Ctrl gombot nyomva tartjuk, és a görgőt szintén nyomva tartjuk, és így tudunk előre-hátra, az egér előre-hátra mozgatásával így tudunk kicsinyíteni, illetve nagyítani. Előfordul az is, hogy a testet eltüntetjük a valamilyen zoomolással. Ilyenkor a megjelenítési eszköztárban tudunk segítségre leelni, mégpedig az ablak kitöltése ikonnal. Ha ezt a gombot megnyomjuk, bal gombot természetesen, akkor behozza az alkatrészünket középre a program. Mellette a nagyítás ikont látjuk, ha ezt megnyomjuk, akkor a bal gomb nyomva tartásával és az egér mozgatásával tudunk kicsinyíteni, nagyítani. Abban az esetben, hogyha egy bizonyos kis részletre vagyunk kíváncsiak az alkatrészből, akkor a terület nagyítása parancsot használhatjuk, és ilyenkor kijön egy ilyen szálkereszt, és itt virtuálisan rajzolnunk kell kettő ponttal egy téglalapot, úgyhogy a téglalap egyik sarokpontjánál nyomva tartjuk, lenyomjuk és nyomva tartjuk a bal egérgombot, és elkezdjük húzni a téglalapot a megfelelő nagyságig, ahol elengedjük a bal gombot, azt a részletet kinagyítja nekünk a program. Abban az esetben, hogyha vonszolni szeretnénk, tehát odébb szeretnénk tenni az alkatrészt, akkor a már említett Shift plusz középső gombos megoldás helyett használhatjuk a megjelenítések közötti vonszolás parancsot. Ilyenkor a bal gombbal tudjuk mozgatni a modellünket. Előfordulhat olyan eset is, amikor a középső gomb nyomva tartásával történő forgatás nem megfelelő számunkra. Ilyenkor használhatjuk a forgatás parancsot. A forgatás parancs lenyomása után kijön egy új koordináta rendszer kék koordináta nyilakkal. Ha fölé visszük az egeret, akármelyik fölé sárgává változik, ha itt megnyomjuk a bal gombot, nyomva tartjuk, az egeret elmozgatjuk, akkor az így megjelenített nyíl körül, az így megjelenített tengely körül tudjuk elforgatni a modellünket. Amint elengedjük a bal gombot, utána ki tudjuk választani a másik, vagy ki tudunk választani egy másik tengelyt is. És ugyanezt tudjuk ismételni. Ugye a tipsornál, amit említettem a beállításnál, ugye itt is előjött a gyorsforgatásnál, egy ilyen kis súgó. És ugye ezeket mindegyiket egymás után be kell zárogatni. Jó, ha tovább nézzük a megjelenítésnél lévő ikonokat, akkor látjuk, hogy a következő az a nézet lesz. Ha erre rákattintok, akkor előhozza az előnézeteket. Tehát az előre beállított nézeteket, előnézetet, akkor a hátulnézetet, bal-jobb nézetet, felül-alulnézetet, illetve dimetrikus, izometrikus és a trimetrikus nézeteket is. Azonban a nézetkezelőben egy általunk beállított nézetet is el tudunk menteni, és a későbbiekben azt tudjuk használni. A következő ikont nézzük, az a nézet stílusokat jelenti. Most jelenleg a testet viszonylag valószerűen látjuk, azonban néha szükség lehet arra, hogy nekünk csak a drótvázát mutassa.
Ilyenkor a drótváz nézet stílusban minden vonalat látunk, ami a meglévő modellnek az alkotója. Hogyha a látható és takart élekkel nézet stílust választjuk ki, akkor feketével fogja a program jelölni a látható éleket, és szürkével a nem látható éleket. Azonban, hogyha vonalszerű, de mégis valós megjelenítést szeretnénk alkalmazni, akkor a látható élek nézetstílus kell alkalmazni, ilyenkor a nem látható éleket ugye a program nem fogja megjeleníteni. Árnyékolt nézetnél a program nem emeli ki az éleket vonallal, hanem szilárd testként ábrázolja a modellünket. De célszerűbb árnyékolt élkiemeléssel stílust alkalmazni, ugyanis itt az éleket a program fekete vonallal kiemeli, a láthatóságot, a megértést segíti. Találunk még itt egy csúszkát, amivel a kicsinyítés-nagyítást tudjuk elvégezni adott esetben. Jó. A következő lépésként nézzük meg a kivágás parancsot. Kivágás parancs ugye most már aktív, mivel hogy van miből kivágni. Ilyenkor a logika ugyanaz, mint az előbb, tehát kiválasztottam a testműveletet, ez volt az első lépés. Utána ki kell választanom a síkot, ez a második lépés, majd ezután meg kell rajzolnom egy keresztmetszetet, ami jelen esetben a kivágás lesz, ez a harmadik lépés. Negyedik lépésben meg kell adnom ennek a kivágásnak a kiterjedését, majd utolsó, ötödik lépésként meg kell adnom a programnak, hogy a sík melyik oldalára történjen a művelet. Kezdjük is el, kivágást kiválasztottuk, megadjuk ennek a most már téglatesnek az egyik síkját, átkerültünk vázlatnézetben, vázlatnézetbe, és most megrajzolunk egy valamilyen alakzatot. A rajzi eszközök között, ugye most tekintsük át, hogy milyen eszközök vannak egyáltalán. Ugye a legelső, amit már használtunk, az a vonal parancs volt. Mellette van egy kis lefelé mutató nyíl, ezzel a parancs mellett található egyéb lehetőségeket tudjuk megtekinteni. A vonal parancsnál van még egy görbe lehetőség, egy pont és egy szabadkézi vázlat. A görbékkel spline görbéket tudunk létrehozni, a pontokkal pontokat rajzolunk nyilvánvalóan, szabadkézi vázlattal pedig, amit megrajzolunk, a program próbálja kitalálni, hogy az mihez hasonlít. Ezeket egyénileg ki lehet próbálni, az idő rövidsége miatt itt nem ismertetem. Ami fontos, a téglalap, illetve annak a rajzolási módjai. Téglalapot lehet középpontjával rajzolni, kettő ponttal, három ponttal, és ugye ebben a rajzi eszköztárban találjuk meg a sokszög rajzolását. Ezt meg is mutatom. Ugye abból a szempontból speciális a sokszög, mivel hogy itt beállíthatjuk azt, hogy hány oldala legyen. Ugye leggyakrabban 6 és 8 szögeket szoktunk rajzolni, de néha még 5 szög is elő szokott fordulni. Azonban ahhoz, hogy megadjunk egy sokszöget, ahhoz meg kell adni a méretét. Míg egy négyzetnél az oldal meg a hossza megadja a méretét, egy sokszögnél nem, ott van kettő lehetőségünk. Vagy a köré írt körnek az átmérőjét tudjuk megadni, ugye ez a sokszög középpontjával, sarokponttal megadva lehetőséget foglalja magába, vagy pedig a belé írt körnek az átmérőjét, itt viszont az oldalfelezők által határolt körnek a sugarát kell megadni. Itt a távolság értékénél. Legyen most egy 6 oldalú sokszög, legyen 30-as a távolság, és ugye már a program el is készítette nekünk a látványát, látványképét.
Megadom a középpontot, onnantól én még tudom forgatni. Ugye vegyük észre, hogy most a szög megadása ablakban tudjuk az értéket átírni. Ugye a nulla fok az mindig itt 3 óránál található, pozitív irány óramutató járásával ellentétesen van, negatív irány viszont óramutató járásával megegyezően. Itt most tetszőlegesen kiválasztunk egy lehetőséget, lekattintjuk, és meg is rajzolta nekünk a program a hatszöget és egy kört is. Viszont a kör az két pontvonallal van jelölve, ez azt jelenti, hogy az nem valós vonal, hanem az csak egy segédvonal. Következésképpen ezt nem kell kitörölni, jelen helyzetben ez csak egy hatszöget fog nekünk kivágni. Jó. Hogyha valamilyen alakzatot mi nem szeretnénk megtartani, akkor a kitörlése az úgy történhet, hogy a kiválasztás parancsból létrehozunk egy kiválasztási téglalapot. Ugye ez semmi más, csak lenyomjuk a bal gombot, nyomva tartjuk, és amit megrajzolunk téglalapot, ami azon belül van, azt a program kijelöli, és amit kijelölt, azt a delete gomb lenyomásával kitörölhetjük. Vegyük észre, hogy amikor a kiválasztás parancsot lekattintottuk, akkor kijött egy kis szalagsor. És a szalagsorban van egy lenyíló menü. Itt tudjuk beállítani azt, hogy amit megrajzoltunk, ilyen virtuális téglalapot, a belül lehetőséggel, ami belül van, teljes vonal, teljes alakzat, azt jelöljük ki. Tehát, hogyha benne van ebben a téglalapban egy olyan vonal, amelyik csak félig van bent, akkor azt a program nem fogja kiválasztani. A másik lehetőség a kívül, ez viszont minden olyan vonalat, ami benne van ebben a téglalapban, figyelmen kívül hagy, és minden, ami azon kívül van, az pedig kijelöli. A metsző lehetőséggel azokat a vonalakat is kijelöljük, amelyek nem teljes egészében vannak benne ebben a téglalapban, hanem csak részben. A kívül és metsző, illetve a belül és metsző az az előzőeknek a közös metszete. Jó, tehát a téglalapokat, téglalapot és a sokszögeket, azokat megbeszéltük. Jöhet a következő, a kör. Kört meg tudunk adni középpontjával, 3 pontból, vonalakhoz tartozó érintőleges köröket is meg tudunk adni. Ugye ez abban az esetben érdekes, amikor mondjuk egy sarokba kell beraknunk egy kört, akkor a két egymásra merőleges vonalat megadva a kör bármilyen átmérővel mindig érintőleges helyzetben lesz mind a két egyeneshez képest. És ugye ellipsziseket tudunk itt is megadni középpontjával, illetve 3 pontból. Az érintőleges körívnél ugye csak a nevében azért van érintőleges körív, mert ez az első lehetőség, de meg tudunk adni körívet 3 pontból is, illetve körívet középponttal is meg tudunk adni. A következő parancs a lekerekítés, illetve a letörés tartalmazza. Vannak olyan esetek, amikor célszerű használni itt a vázlat elkészítésénél, azonban sokkal célra vezetőbb, hogyha a letöréseket és a lekerekítéseket nem a vázlatban készítjük el, hanem a testműveleteknél alkalmazzuk, ugyanis a modell történetben sokkal könnyebben visszakereshető. Úgy. A következő rajzi elem az a következőig meghosszabbít. Ez akkor használható, adott egy vonal, és adott egy másik vonal. Én azt szeretném, hogy ez a vonal legyen olyan hosszú, hogy éppen elérje a másik vonalat.
Ezzel ezt úgy tudnám csak megcsinálni, hogy kiválasztás parancsból rákattintok a vonalra, megfogom a végpontját, és odahúzom. De ilyenkor ugye nincsen végponti fogom, ezért nem tudom ezt a műveletet így megcsinálni. Emiatt lehet használni a következő ig meghosszabbít parancsot. Ebben az esetben kattintok a parancson, és utána valamelyik vonal fölé viszem az egeret, a kurzort, csak ugye ki van jelölve a vonal, ezért nem engedi. Először kiválasztás parancsból választom ki a következő meghosszabbít lehetőséget, utána viszem az egyik vonal fölé, és sárgával mutatja, hogy ez a meghosszabbítás ez hogyan is fog kinézni. Abban az esetben, hogyha nekem ez nem tetszik, akkor még nem történt semmi, elviszem az egeret a vonal fölül, és maradt olyan helyzetben, amilyenben volt. Ugye ez akkor érdekes, amikor több vonal van egymás mellett. Hogyha tetszik nekem az, amit a program kirajzol előzetesen, akkor kattintok, és megtörténik a meghosszabbítás. Azonban, most Ctrl-Z-vel visszavonom a legutolsó műveletet, azonban, hogyha én ezt a szakaszt megrövidítem, tehát, hogyha ezt a vonalat meghosszabbítom, akkor nem kapok belőle, nem kapok a két vonal között meccéspontot, akkor ez a parancs nem működik. Tehát nem tudom meghosszabbítani virtuálisan a másik vonalig. Ez csak akkor működik ez a parancs, hogyha ténylegesen el is éri a másik vonalat. Hogyha azt szeretném, hogy ez a két vonal egy pontban csatlakozzon, és a helyzetük ne változzon, akkor tudom használni a sarok levágás parancsot. Ez esetben kattintok az egyik vonalon, kattintok a másik vonalon, és elkészítette nekem a program a két vonal meghosszabbításából adódó sarkat. Ha viszont ezek a vonalak hosszabbak, akkor ugyanígy a két vonalon kattintok, és akkor a megfelelő oldalon a levágást megcsinálja. Ha azonban az egyik vonal nekem itt nem kell, és el akarom tüntetni, vagy rákattintok, és megnyomom a delete gombot, és kitörlöm, vagy pedig használom a levág parancsot. Levág parancson, amelyik vonal fölé viszem az egeret, és ott kattintok bal gombbal, azt kitörli. De, hogyha teszem azt, itt van egy, meg még egy vonal, akkor már is nem az egész vonalat, hanem csak a két másik vonal közötti, tehát határolt szakaszt vágja ki. Jelen esetben például kivágom itt ezt, és akkor az egy vonal helyett kaptam kettőt. Itt még egyszer megmutatom a sarok levágás parancsot. Azt szeretném, hogy ez a vonal és ez a vonal ebben a pontban csúcsos legyen és csatlakozzon. Ez esetben kiválasztom ezt a vonalat, kiválasztom ezt a másik vonalat, és ugye a program nekem megcsinálja a levágást a sarokban. Amit még érdemes megemlíteni, az az offset parancs. Ezzel tudok párhuzamost létrehozni. Ugye itt érdemes megfigyelni azt, hogy itt ebben a lenyíló menüben ki tudom választani az egyes elemet, illetve az élláncot. Ha az élláncot választom ki, akkor az egész éllánc, egész addig, ameddig van csatlakozás, mindent ki tudok választani, viszont hogyha egyes elemet állítom itt be, akkor csak egy szakaszt választok ki. Ha több szakaszt szeretnék, de nem az összeset, akkor a Ctrl gomb nyomva tartása mellett a kiválasztandó szakaszokra egyesével rá kell kattintanom. Abban az esetben, hogyha végeztem, Ctrl gombot elengedem,
és megadom a távolságot, mondjuk 10 mm-t, és kattintok a zöld pipán, akkor már csak egy dolgot kell megadnom, hogy az alakzat, vagy hát a kiválasztott elemek melyik oldalára készüljön el a párhuzamos. Ugye itt most az alakzaton belülre, erre felé nem tud létrehozni párhuzamost, mivel hogy annyira kicsi lenne, hogy nem is látszódna. Ezért csak egy irányba engedi létrehozni a párhuzamost. Jó, kattintással tudjuk véglegesíteni az irányt, és adott esetben tovább is tudunk párhuzamosokat létrehozni. Abban az esetben, most ezeket kitörlöm, abban az esetben, hogyha rajzolok egy alakzatnak a középvonalát, akkor az offset mellett van egy olyan, hogy szimmetrikus offset. Ezt a parancsot használva ki tudom alakítani ezeket a végződés típusokat, amelyeket itt látunk. Ugye a legelső a vonal, tehát egy ilyen négyzetes lezárásról van szó, a körívnél a vonalnak a végéig, tehát idáig fog tartani az egész lekerekítés, viszont az offset körívnél ez a végpont, ez lesz a lekerekítésnek a középpontja. Most nem állítok át semmit, csak hagyom így egy offset körívvel, leokézom, kiválasztom az élláncot, figyeljük meg, itt is lehet egyes elemet választani, de most az egész élláncot választom ki, kiválasztottam, kattintás a zöld pipára, és már meg is rajzolta az ehhez a vonalhoz tartozó párhuzamos offset íveket. Egy dologra felhívnám itt a figyelmet, hogy amit rajzoltunk vonalak, azokat nem tudjuk utána szerkeszteni az alapvonalaknak a törlésével. Tudjuk a testet, vagy dehogy testet, ezt az alakzatot effektíve szétrobbantani. Viszont ezek után, hogyha ezt ki szeretnénk húzni, mivel hogy nincsenek csatlakozás kényszerek az alakzat elemei között, a program vissza fogja dobni hiba üzenettel, mégpedig azzal, hogy nincsen csatlakozás közöttük. Ezért, hogyha kitöröltük az alakzatnak a közepét, amelyről készült igazából az alakzat, akkor érdemes ezt is kitörölni, mert nem fogjuk tudni utána használni, csak nagy munkával, ha összecsatlakoztattuk őket. Mozgatás, illetve mellette a forgatás parancsoknál, ha adott egy vonal, a mozgatással tudjuk odébb vinni az adott vonalat. Ugye egyszer rákattintunk, utána pedig megadunk egy bázispontot, amihez képest mozgatjuk. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy ez a vonal ezzel a bázisponttal átkerüljön ide, tehát itt ez a vonal ugyanilyen távolságra van ettől a ponttól, mint ettől a ponttól, ezt akkor célszerű használni. A forgatásnál kattintunk az alakzaton, majd utána megadjuk a forgatás középpontját, megadjuk a szögét, és megadjuk a pozícióját, tehát hogy honnan kezdődjön a forgatás. Jó, és ezután meg kell adnunk, hogy az alakzat melyik irányába történjen a forgatás. Ugye itt is két oldal van,
és a szög megadásával nem mondtuk meg, a program nem veszi figyelembe, hogy az most pozitív vagy pedig negatív, tehát ezt is nekünk kell kiválasztani. És ugye itt alapvetően másolással történik az elforgatás. Jó, amit érdemes megemlíteni még a tükrözés, mellette ugye a skálázás, illetve a megnyújtás található. A skálázás az igazából a léptékezésnek felel meg. De amit gyakrabban használunk, az a tükrözés lesz. Tükrözésnél kiválasztunk egy alakzatot, jelen esetben most csak egy vonalat, a következő kattintással pedig már a tükrözési tengelynek vagy a kezdőpontját adjuk meg, vagy pedig, hogyha egy vonalra kattintunk, akkor magát a tükrözési tengelyt. Abban az esetben, ha több alakzatot, vagy több elemet szeretnénk tükrözni, akkor a parancs kiadása után a Ctrl gombot nyomva tartjuk, és a már megszokott módon egymás után kattintgatásokkal választjuk ki az elemeket. Amint elengedjük a Ctrl gombot, már is a tükrözési tengelyt keresi a program. Jó. Akkor most nézzük meg, hogy mik azok a kényszerek,